Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Remélem, hogy kezd összeállni a kép mindenki számára, és látjuk azt, hogy ki is az, akiről szó van, hogyan is viszonyul az atya és a fiú egymáshoz. Nézzük meg apostolok 7-es fejezet 37-39-ig, mely így szó. Ez a Mosé, ki a Izrael fiainak ezt mondotta. Profétát támaszt néktek, Jahua, a ti hatalmasságotok, a ti atyátok fiai közül, mint engem. Azt hallgassátok. Ki ez a proféta, Jahusá Hamásiák? Honnan tudjuk? Onnan, hogy Jahukanon 5-ös fejezetben elmondja maga a Mesiák, a megváltó. 45-től 47-ig így szól. Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Két külön karakter. Én vádollak az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mosé, akiben ti reménykedtetek. Miért? Hiszen az az a törvény. A törvény az, ami vádolja az embert, ha megszegi az ember. A bűn az, amiről beszél. De a lényeg nem az. A lényeg az, ami 46-ban jön. Mert ha ti hinnétek Mosénak, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Mikor? Mikor azt mondta, hogy profétát támaszt néktek Jahua, a ti hatalmasságotok, a ti atyátok fiai közül, ki az? Jahuda, azaz Júda, idézőjelben a zsidó, mint engem, azt hallgassátok. Ez az, amiről beszél itt. Ha hinnétek neki, akkor nekem is hinnétek. Hát akkor nem ugyanazt mondja a kettő. Ha neki hinne, nekem is hinne, akkor ugyanazt kell, hogy mondja. Arról nem beszélve, hogy ez a Tora, a parancsolatok. Mert én rólam írt ő, hogy én el fogok jönni. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? A kettő egy és ugyanaz. Mi az, amiről Mosé vagy Mózes híres? Ő adta az instrukciókat, a Torát az embereknek. Ha annak nem hisz valaki, akkor nem érti azt, hogy mi az, amit a Mesiák mondott. Ez az, amiről az egész könyv szól. Jahua szava. Debarim 18, 5 Mózes 18, 15. Profétát támaszt néked, Jahua, a te hatalmasságod, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. Ez az, amiről beszél. Profétát támaszt néktek, Jahua, a ti hatalmasságotok, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Egy szó szerinti idézet, Debarim 18.15. Erre mondja az, hogy ha nem hiszel Mosénak, nekem se hiszel. Ha nem hiszel az ő írásainak, mi módon hiszel az én beszédemnek? Hogy lehet az? Mindenki kiválasztja az ő írásaiból majd, hogy mi az, aminek hisz. Vagy elhiszi az egészet és elfogadja, vagy nem ért és nem hisz a Mesiáknak sem. Hiszen őróla beszélt Mosé, amit látjuk. Már a kezdet kezdetén tudta. Ez az a titok, ami rejtve maradt az egész világ elől, még a hatalmasságok elől is, és még a spirituális hatalmasságok elől is, amit ő világosságra hozott, és amit most mi megérthetnénk, hogyha úgy állnánk hozzá. Ez az a proféta, Jahusá Hamásiák, a Malák Jahua, az Angyal Jahua, aki mindvégig jelen volt a könyv során. Nem az atya, hanem az ő angyala. Remélem, hogy ez világos mindenki számára, vagy ha nem, akkor világosodik. Nem csak, hogy profétát támaszt és eljön, ahogy el is jött, és mit hozott el? A jó hír. Mi a jó hír? Kövesd a parancsolatokat, tér vissza a szövetségbe, és visszafogadlak, ha Izrael vagy. Ha pogány vagy, kövesd a parancsolatokat, tér és lép be a szövetségébe, és én elfogadlak, mint az én gyermekemet. Ez a jó hír. Ez az,
aki volt a gyülekezetben, az eklézsiában, a gyülekezet már a pusztában is megvolt, a kihívottak, eklézsia a kihívottak, azok, akik kihívottak, mint Ábrahám Mezopotámiából, ugyanúgy, ahogy Izrael kihívott Egyiptomból, vagy a világból, ugyanúgy, ahogy a Husa kihívta azokat, akik nem akarnak már a világban élni, akik őt akarják követni. Ez a gyülekezet. Már a pusztában is ott volt. A sínai hegye. Mi az a Horeb hegye? Ahol a mennyegzőt közötték, az esküvőt. Ott volt a sínai hegyen vele beszélő angyallal. És a mi atyáinkkal. Kik azok, akikkel a szövetséget kötötte? Aki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordulának. Mi volt ez az esemény? Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól. Hogy taszították el? Bamibbar, 11-es fejezet 4-6. De a gyülevész nép, ugye ez a mindenféle nép, nem csak Izrael jött ki Egyiptomból, egy csomó más nép, aki csatlakozni akart, mint ma, amely köztök vala kívánságba esik, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdének, és mondák, kicsoda ád nékünk húst? Visszaemlékszünk a halakra, melyeket ettünk Egyiptomban, Micraimban ingyen, az uborkákra, a dinnyékre, a párhagymákra, a vereshagymákra, a fokhagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped mindennek hiával lévén, szemünk előtt nincs egyéb, mint manna. Ők visszakívánkoztak arra a földre, ahol rabságban voltak, mint ma a legtöbb ember. Visszakívánkozik a rendszerbe, mert biztonságban érzi magát, mert egyelőre még mindent megad a rendszer. Ugyanúgy, ahogy akkor, mit jelentett ez számára? Az, hogy eltaszították maguktól őt. Kit? Azt az angyalt, aki előttük járt. Ímé angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, melyet elkészítettem. Ez, aki itt járt előttük, ez nem az atya volt, jött le ide, és akkor ő menetelt itt velük a pusztában. Ez mindvégig ez az angyal volt, akiben az ő neve van. Mert ő az, aki bevisz téged az ígéret földjére. De az embereknek fontosabb volt az, hogy mit lehet enni, vagy hogy meleg legyen, vagy hogy kényelmes legyen, vagy mit gondolnak a többiek, mindenki siránkozzon együtt. Ugyanúgy, mint ma. Ugyanez volt a probléma akkor is, de mi más csinált még a sínai hegyen vele beszélő angyallal, azaz megint csak az angyal, aki adta az igéket. Milyen igéket adott neki? Jehukanon 1, kezdetben vala az ige vala Elohimnél, Elohim vala az ige. Nézzük meg, hogy miről beszél. Semut 24-es fejezet így kezdődik. És mondta Mósénak, jöjj fel Jahuához, te, Aharon, Nádab, Abihu és Izrael vénei közül 70-en, hajtsátok meg magatokat távolról. Mit mond? Az, hogy ott volt a gyülekezetben a pusztában, a sínai hegyen, az angyallal és az atyáinkkal. Erről beszél itt. Ez az, amiről beszél. Ki ez? És csak Mósé közeledjék Jahuához, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Ki az a Jahua? Ez az az angyal, akiről beszél. Aki ott volt a gyülekezetben. Ez az a próféta, akit támaszt majd nekik Jahua. Ez az, aki az ő nevét hordozza. Akivel az egyességet megkötötték, a szövetséget. Aki az igéket adja neki. Erről beszél itt. Elméne azért Mósé elbeszéli a népnek Jahua minden beszédét és minden rendelését, az egész nép pedig egyező szóval felele mondván mindazokat a dolgokat, melyeket Jahua parancsolt, megcselekesszük. Mósé pedig felírálja Huának minden beszédét, és fel kell reggel oltárt építe a hegy alatt 12 oszlopot, Izrael 12 nemzetsége szerint. Megkötik a szövetséget kivel? Az angyala. Nem az atya jött le. Az angyal az, aki a hegyen volt velük. Ő az, aki adta az igét. Ő az, aki a világot teremtette. Ő maga az az ige, aki közvetíti ezt az emberiség felé. Hetes vers, aztán vevé a szövetség könyvét, elolvasá a nép hallatára másodjára, azok pedig mondanak, mindent megteszünk, amit Jahua parancsolt, és engedelmeskedünk. Mósé pedig vevé a vért, ráinti a népre, és mondta, ímé a szövetségnek vére, melyet Jahua kötött ti veletek. Minden a beszédek szerint. Ki ez?
A sínai hegyen, az angyal, az atyáinkkal, aki az élő igéket vőn és adja nékik, az angyal Jahua. Ez az, akivel a szövetség köttetett. Felméne Mosé, Aharon, Nádáb, Abihu és a vének. Kik ezek a vének? Az atyáink, akik Móséval és az angyallal a hegyen voltak. És látták Izrael hatalmasságát. Látják Izrael hatalmasságát. Ki ez? Az angyal Jahua. Annak lábai alatt, mint valami zafírfényű tárgy, vala olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiai választottjaira nem bocsátták kezét, jól lehet, látták Elohimet, mindezáltal ettek és ittak. Hogy lehet, hogy látták Elohimet? Úgy, hogy kezdetben vala az ige vala Elohimnél, Elohim vala az ige. Az ige része az egységnek. Ez az, amit láttak a hegyen. Nem az atyát, Elohimet látták. Hiszen ha őt látják, látják az atyát. Ezt megbeszéltük korábban. Ő az, aki kinyilatkoztatja az atyát a világnak. Ő képviseli az atyát. Ha engem ismertek, az atyát ismertek. Ha engem láttatok, az atyát is láttátok. Az atyát nem látta senki. Remélem, hogy összeáll mindenképpen a kép, hogy hogy működik ez az egész. És szól a Jahua Mosénak, jöjj fel, én hozzám a hegyre és maradj ott. Átadom néked a kőtáblákat, a törvényt, a parancsolatot, melyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Taníts meg ezeket arra, ez lesz a szövetséged velem és a Izrael népe között. Ez az a mennyegző, amit megkötöttek. Amit aztán később, ahogy hallottuk, amúgy megnéztük, fel kellett bontani, mert nem követték a törvényt és a parancsolatokat. Fel kell azért Mósé az ő, és az ő szolgája, Jehusa vagy Józsué, és felmére Mósé Elohim hegyére. 15-ös. Akkor felméne Mósé a hegyre, és felhőborítá a hegyet. Mi történik? És Jahua dicsősége szálla alá a sínai hegyre, és felhőborítá az 6 napon át, a 7. napon pedig szólítá Mósét a felhő közepéből. Jahua dicsőségének jelensége pedig olyan valahogy Izrael szemei előtt, mint az emésztő tűz a hegy tetején. Nem Jahua az atya jött le, hanem micsoda? Jahua dicsősége. Mi ez? Aki tett mindennek örökösévé, a fia által, aki által a világot teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása. Ez az, aki leszállt a hegyre. Ez Jahua dicsősége. Ez az ő dicsőségének jelensége. Mi az ő dicsőségének visszatükröződése. Ez az, amit ezek az emberek láttak a hegyen. Nem az atyát, hanem az ő dicsőségét. Beméne Mósé a felhőbe, felméne a hegyre, 40 nap, 40 éjjel van a Mósé a hegyen. Apostolok 7. Milyen igéket adott nekik? Most olvastuk. Felolvasta nekik a szövetség könyvét. Elmondta a parancsolatokat. Még egyszer felolvasta nekik. Nem az, hogy még egyszer, sem ott 20-as fejezet, ha visszáblapozunk, és szól a Elohim mindezeket az igéket mondván. Én, Jahua, vagyok a te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálatnak házából. Ki az, aki kihozta őket? Az én angyalom te előtted megyen, beviszen téged az Emoreusok, Kitteusok, stb. Földjére. Ugyan arról beszél. Ez az az angyal Jahua, aki kihozta őket, aki az igéket adja neki. Mi az ige? Ne legyenek néked idegen hatalmasságait én előttem. A parancsolatok, ez az, amiket adott. Ki adta nekik? Az angyal Jahua. Ő az, aki adta neki a parancsolatokat. Ő az, aki ott volt a hegyen. Ő az, aki ott volt, mikor felolvasták a szövetséget. Ő az, aki adta nekik a szövetséget. Ő az, aki ott volt, mikor a vérrel behintette az embereket. Mósé. Mit mond utána ugyanitt Semot 20-as fejezetben, a 20-as versben, mikor az emberek azt mondták, hogy te beszélj velünk inkább, de Elohim ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljuk. Elohim, az egység része, aki a földön képviseli őt. Mosé pedig mondta a népek, ne féljetek, mert azért jött Elohim, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek, mert a félelem az, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy az ember járni tudja az utat. De a lényeg nem ez az, hogy Elohim eljött. Távol áll azért a nép, Mosé pedig közelebb méne a felhőz, melyben ki Elohim vala. És mondta Jahua Mósénak, ezt mond Izrael fiának, magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.
Ki Jahua, az angyal Jahua. Ki ez? Az, aki a sínai hegyen velük beszélt. Ez az a próféta, akit Jahua támaszt a népnek, hogy visszavezesse őket az útra. Hogy vezesse őket egyáltalán be az ígéret földjére. Ugyanúgy, ahogy később eljött, hogy bevezesse őket az ígéret földjére. Mi az? A királyság maga. A spirituális ígéret földje. Ugyanazt teszi akkor, mint amit most. Miért? Mert ő Jahua szava. 3 Mózes 26. Még mindig a parancsolatokról beszél Vaikra 26. Ne csináljatok magatoknak báványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szent helyemet tiszteljetek, én vagyok Jahua. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, akkor leszek veletek, és akkor foglak benneteket segíteni. Ez az, amiről itt beszél. Miért? 13. Mert én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok, ki, aki kihoztalak titeket Egyiptom földéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, összetörtem az igáitok szegélyt, és egyenesen járattalak titeket. Ki volt ez? Nem azt mondta, hogy az ő angyala, aki előttük ment? Nem azt mondta, hogy ő az, aki kihozza majd, és bevezeti őket az ígéret földjére? Aki elhozza a szót, az igét, aki mindvégig velük volt, egy és ugyanarról van szó. Ő az, aki mindezt cselekedte. Jahua, angyala. Az angyal Jahua, aki képviseli az atyát a földön. Vaikra 26-os fejezetnek a befejező része így szól, 44-es. De mind a mellett is, ugye mikor már felsorolja, hogy végig megbünteti őket, ha nem járnak az úton, így szól. Mind a mellett is, ha az ő ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg őket, és nem utálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, ugye szétszórja őket, felbontván velük való szövetségemet, mert én, Jahua, az ő hatalmasság vagyok. Azaz nem vetem meg őket annyira, hogy felbontsam a velük való szövetségemet. Miért nem veti meg? Azért, mert ő Jahua. Ő nem olyan, mint az ember. Ő nem változtatgat, ő nem bontja fel a szövetségét. Ő segít nekik visszatérni. Úgyhogy arról szó sem lehet, hogy mára már az egyház lett az. Főleg nem ez a pogány egyház, de arról szó sincs, hogy már ő elvetette a népét. Itt mondja meg. Mit mond? Sőt, nem hogy elveti őket, megemlékezem érettük az elődökkel kötött szövetségről. Melyikről? Amit megnéztünk az előbb, a sínai hegyen kötött szövetség. Milyen szövetség? Az, ami a parancsolatok, amihez az járt. A házasság, amit kötött a sínai hegyen. Akiket kihoztam Egyiptom földjéről. Kihoztak őket? Az angyal Jahua. A pogány népek láttára, hogy hatalmasságok legyek nékik. Én vagyok Jahua. Ki? Az angyal Jahua. Ő a hatalmassága ennek a népnek. Ezek a rendelések, a végzések, a törvények, melyeket szerzett Jahua, ő maga között és Izrael fiai között, hol? A sínai hegyen Mózes által. Ki volt ott? Most mondta el, hogy ki volt ott. Az angyal Jahua. Az az, aki kihozta őket. Egy egységben az atyával az angyal Jahua. Jahua földi képviselője. Hogyan tudja ezt végrehajtani? Úgy, hogy ő az ige. Ő az, aki Elohimnél van, és ő az, aki maga az ige, aki elhozza azt az utat, amin járnunk kellene. Így.